Köszöntöm az érdeklődőket egy pergő dobkiállítás megnyitójára. Hívom szeretettel a minden érdeklődőt. A 750 éves településünk jubileuma alkalmából hirdettük meg ezt a kiállítást. A Dabasi Kreatív Alkotókör csapata tagjai lettek megszólítva főként, hogy próbálják meg a múltunkat, az eltelt 750 évből az ő általuk megélt éveket átgondolni, és ezt egy dob formájában kifejezni. Itt vagyunk ezen a kiállításon, ahol vágóképek készültek, és természetesen dobos zenei aláfestés is, hogy megismertethessük önökkel ezen az online kiállítás megnyitón az elkészült dobokat. Az első dob, ami itt előttem van, Magyar Anita alkotása, Királyi Dobosok a címe. Ugyanis ehhez a dobhoz tudtuk leginkább hozzárendelni azt a 750 évvel ezelőtti történést, ami szerint a Királyi Dobosok lakóhelye volt a településünk, és az első okleveles említésen így szerepeltetik a várost. A dob hangulata, stílusa, színvilága, formája megidézte nekünk azt a múltat, amikor a Királyi Dobosok Dabas területére kerültek, és itt lett telepettek. A Halász Moritz Kúria pincéjében vagyunk, itt lehet majd meglátogatni a dobkiállítást. Az épület maga már 200 év történetét hordozza itt a városi közösségünkben. A mellettem lévő dob is egy multidéző dob, hiszen a színvilága a nemzetünk történését hordozza magával, ezt is gyorsan megszólaltatom. Külön érdekessége még, hogy ez az egyetlen egy dob, amit férfi alkotó készített. Az előző dobnál férfi alkotót említettem, itt ugyanaz alkotó hölgy, Kajliné Rudányi Margitka, de a téma mégis a férfiakhoz közelebb álló, hiszen ez egy boros hordóból kialakított dob, aminek most elég kongó hangja van még, de hogyha egy kis zenei aláfestést kapunk, akkor lehet, hogy itt az alföldi borvidék zajában és zenébe ez is jó bele fog illeszkedni. Most egy olyan dob mellett ülök, amiről látni fogják, hogy gyönyörű méves gyöngyfűzéssel alkotta az alkotója, mégpedig a Dabas természeti értékei között szereplő szarvasbangó jelenítette meg. Tudomásom szerint a dobon 7 darab szarvasbangó, gyöngyfűzött virág szerepel, és 50 darab sejemlevél, tehát ezzel is szimbolikusan megjelenítve a 750 éves települést. És nem árulom el, hogy miből készült ez a dob, megszólaltatom, egészen érdekes hangzása van, de el kell jönni a kiállításra, hogy láthassák, hogy igazából miből is készült ez a dob. Lassan-lassan a múltból érkezünk a jelenbe. Annál a dobfelszerelésnél járunk, aminek Viola Éva az alkotója, és ő az egyedüli kiállító, aki itt van, és ő fogja megszólaltatni a dobfelszerelést. A címe Összetartozás. Éva, légy szíves! Ezt biztosan az érdeklődők is kipróbálhatják a kiállítás megtekintésén. Lángi Réka dobjához érkeztünk, amelynek a címe Virágos Dabas. Miért is? Az idei évben volt egy ilyen mottónk, egy ilyen felhívásunk, hogy ha már nem tudunk találkozni, akkor a környezetünket gondozzuk, tegyük szépé virág formájával. Ehhez tette Réka hozzá a dobos gondolatot, így aztán megalkotta a Virágos Dabas dobot. És akkor ahhoz a dobpárosításhoz érkeztünk, ami már egészen a napjainkról szól. Elszórt magvak a címe, Mráz Anett alkotása. Mráz Anett azon első dabasi dobos óvodások egyike, akik a 2000-es évek elején, több mint 15 évvel ezelőtt elkezdték a dobos hagyományokat újra ápolni. Tehát ez egy olyan dob, amin dabasi dobos óvodás tanult dobolni, és az elszórt magvak ma 2020-ban, a 750 éves település jubileumán egy virágkoszorúba kötött dobban szólal meg. A többi dobot nem volt most itt lehetőségünk bemutatni, de talán nem is akartuk. Arra szeretnénk biztatni önöket,
hogy látogassanak el a Halász Móricz kúriába. November 3-ától megtekinthető a kiállítás, egészen a karácsonyi ünnepkörig, lehetőség szerint munkaidőben, de hogyha nem tudják abban az időben meglátogatni a kiállítást, akkor telefonon előreegyeztetett időpontban szívesen kinyitjuk. Szerettem volna az érdeklődést felkelteni, mert számtalan dob hátra van még, de ha mindent bemutatunk, akkor hol az a kíváncsiság és hol az az érdeklődés, ami ide hozza önöket a kiállításra. Várjuk önöket szeretettel!